Tegnap a műjég pályán a kürön közben, hogy a kedves nézők is láthatták, volt egy-két hirtelen mozdulat, ami bár szándékos volt, de régi sportsérüléseim újra előjöttek. Most egy olyan helyre látogatunk el, ahol hátra tudnak segíteni ezen a problémán. Meglátjuk. Szia! Megjöttem. Mit kell tudni a Dorn módszerről? A Dorn módszer, tehát eredetileg Németországból származik, pontosabban azon belül is Bajorországból, és ami érdekessége, hogy egy laikus ember, Dieter Dorn találta ki, dolgozta ki, mégpedig úgy, hogy egy népi gyógymódot fejlesztett tovább, és nem engedte, hogy a feledés homályába merüljön, és annyira fejlesztette tovább, hogy tudományos szintre is emelte, és az elmúlt években, tehát már ott tart, hogy a világon az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a gerincbetegségek gyógyítására. És te hogy ismerkedtél meg ezzel a módszerrel? Hát azt azért lehet tudni, hogy ez egyetlen oktató Magyarországon. Igen. Én 2006-ban találkoztam először a módszerrel és a terápiával. A pácienseim beszámoltak arról, hogy előző nap kaptak Dorn terápiát, ilyen kiegészítő wellness kezelésként, és azóta ugye megszűntek a panaszai. Én akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen lehet ez a Dorn terápia, hogy én, mint gyógytornász, tehát nem tudok olyan hatékonyan segíteni, mint egy Dorn terápia, amit addig nem ismertem, és akkor megtanultam, és rájöttem arra, hogy tényleg, tehát lehet keverni a gyógytornász tevékenységem alatt, tehát a kezelések során a Dorn terápiát a beteg hatékonyabb gyógyítása érdekében. Tegnap kicsit meghúztam a hátam, de egyébként is mindig is érzékeny volt nekem a sportolás alatt is a gerincem. Akkor az kezdjük el, nem? Jó, gyere, nézzük meg, hogy milyen a gerincem, és hol fáj. És megtaláljuk egyáltalán. Első lépés, megnézem azt, hogy a két végtag egyforma hosszú-e, vagy van valahol végtaghoz különbség, de ahogy már így fekszel, hanyat fekve, látom, hogy a jobb lábad az eléggé hosszabbnak tűnik, tehát viszonylag másfél centiméteres végtaghoz különbséget látok a jobb oldal hosszabb, a balhoz képest, igen. Rossz hír. Próbálj meg ellazítani. Csak lazán. Ugye fölemelem, akkor viszont ez csökken, tehát egy centiméteres végtaghoz különbséged van. Nekem itt a csípőnél kell elkezdeni korrigálni, ami abból áll, hogy tehát neked közben önállóan kell dolgoznod, tehát gyakorlatot végezned. Föl kell húznod hashoz a jobb térded, és akkor körülbelül a kezem irányában, tehát ki kell nyújtanod a végtagot. Tehát ez lesz a feladat. És ami még fontos, 10 alkalommal kell ismételni. Jó. Tehát én pedig, tehát itt a csípőnél korrigálom a lábad. Jó? Már. Jó, és most azt látom, hogy egyforma a két oldal. Akkor túl vagyunk az első gyakorlaton, vagy ezt minek nevezzük? Igen, gyakorlatnak is lehet, illetve korrekciónak az én részemről. De az ijesztő volt, hogy másfél centire hosszabban az egyik lábam? Igen, a jobb oldali végtagod volt másfél centiméterrel hosszabb, de ugye szerencsére sikerült korrigálni. Uh-huh. Valószínűsíthető, ugye a sportolói múltadból eredően is lehet egy ilyen hátránya, hogy nem megfelelően voltál terhelve, illetve ha sokat ülsz irodában például, akkor megint csak ott van az egyoldalú terhelés a mozgásszerrendszer, mint csont, izom, ízület területén, és ez hozzá segít ahhoz, hogy különböző területeken, mint a gerinc, vagy a térdizület, vagy a csípő, blokkok, vagy blokkádok alakuljanak ki. Ez lehet az egyik oka mondjuk, hogy fáj a hátam, mondjuk az egyik oldalon? Tehát ez lehet, hogyha most ezt kiegyenlítettük, akkor ez nem rögtön, de meg fog szűnni? Igen, mert hogyha belegondolsz abba, tehát hogyha a két alsó végtagod nem egyforma hosszú, és arra ráépül a gerinc,
valahol ez egy aszimmetrikus terhelés a csigolyáknak is, és az egész gerincnek. Igen, hosszú távon. Kérdés az, hogy milyen hosszú távon, ez attól függ, hogy mennyire terheled magad. Ugye valaki, mint például te, tehát viszonylag aktív vagy, de nem sportolsz megfelelően, tehát nem sportolsz hetente háromszor, például fél órát, akkor a panaszok, tünetek tehát még korábban jelentkeznek, viszont ha aktívan sportolsz, terheled magad, erősíted az izomzat területéről a szervezetedet, akkor viszont tehát akkor jobb. A dornterápia a kezelés alatt rámutathat olyan blokkokra, rejtett problémákra, amelyet időben észre kell venni, és időben fel kell oldani. Mert hogyha például az alsó végtagon ott marad, tehát hogyha egy sportolóról van szó, tehát nagyon-nagyon gyakori a sport sérüléseknél, mondjuk nem is szalagszakad, nem is izomszakad, hanem csak egy szupinációs trauma van, ami azt jelenti, hogy megrándul a bokád például. Ez kiválthat már egy blokkot ott helyileg, és ez, hogyha hosszú távon fennáll, tehát ott van, akkor kifejti hatását a térdizületre, a csípőre, a medence és a keresztcsont között található ízületre is, és ugye neked ott fáj. Tehát ha prevenciós célból, tehát időben vannak kezelve ezek a sportolók, akkor ezek a később kialakuló panaszok, tehát ezek nem jönnek létre. Talán kevesen gondolnák, de a problémák javarésze a fülzúgástól a hátfájásig elsősorban az alsó végtagok eltérő hosszúságából adódik. Ennek orvoslására pedig a dornterápia tökéletes megoldás lehet.